Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM rádió hallgatóit. Én Lentulai Krisztián vagyok, és belecsapunk a mai keddi palaverbe, és nagyon remélem, hogy parázs vitáink is lesznek, és jó kis elgondolások. Ahogy azt már megszokhattuk, velem egyhuzamban ez most már a negyedik nap, úgyhogy remélem nem megyek az idegeikre. Nézzük meg, hogy milyen elérhetőségeken érnek el bennünket a mai nap folyamán. 0617992999, ez a telefonszámunk, 0677953, ez az SMS falunk száma. A Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil utolsó fényképes posztja alá majd jöhetnek kommentek abban a pillanatban, amikor én az első betelefonáló alatt élesítem ezt a képet, mert még olyan 10 másodpercem szükségelhetetik ehhez, és akkor majd jöhetnek ott is a hozzászólások néhány perc múlva. Nézzük viszont azt, hogy mi a nap kérdése. A mostani brüsszeli vezetés meg tudja állítani az EU gazdasági hanyatlását, 2%-a a válaszadóknak igennel, 98%-a nemmel válaszolt, 3/4-5-ig a 0630-3444-690-es telefonszámra jöhetnek majd az igenek, avagy a nemek. Arra szeretném a vezérlőben ülő kollégáimat megkérdezni és megkérni, hogy rendben megye kifelé az adás, mert a fülesemben nem hallok semmit, de ez túl fogom tenni magam ezen. Ha kifelé megy, akkor minden rendben van, majd megoldjuk. Megoldjuk a szünetben. Nos, jöjjenek azok a témák, amiket magam választottam a műsorhoz, és amihez majd jöhetnek a hozzászólók és a kommentelők. Több ezer katonát tudunk bevetni, ha szükséges, írtam ki. Orbán Viktor nyilatkozta, megnyugtatásul azoknak, akik elkezdenének aggódni. Ugye valamivel alatta lesz a tetőzés a 2013-asnak, de ahogy már tegnap is szó volt róla, a kormányfő óvaintett mindenkit, hogy rutinból cselekedjen. Azt hiszem ez a kijelentés is szerintem sokakat meg tud nyugtatni. Nem mintha ne számított volna a magyar társadalom a honvédségre ilyen szélsőséges időjárási esetekben a múltban. És aztán jön két keserű pirula, mert higgyék el, én is unom, hogy Magyar Péterrel kell foglalkozni, közben megjött a hang a fülembe, köszönöm szépen, de meg kell tegyük, és a magunk módján itt a paláveres közösség segítségével ki kell ezt beszéljük egymás között. De hát nem tehetünk róla, hogyha a magyar miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs egy vitaműsorra volt hivatalos, méghozzá Közmédia 48 perc című vitaműsorába volt hivatalos Magyar Péterrel. Hát én ezt a vitát nagyon-nagyon vártam, és meg akartam volna nézni, és szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki így érez ezzel kapcsolatban. Petike maguk szerint elment? Nem. Kifogás volt? Volt. Azt mondta, hogy neki zsákokat kell pakolni a gáton. Na, erre mit mondanak? A műsor tudják, mikor ment volna? Élőben? 8:30-kor. Önök szerint Magyar Péter este 8:30-kor tényleg zsákokat pakol? Ő az az egy fő, aki pont hiányozna a pakolásból, és nélkülözhetetlen fogaskereke az árvízvédelemnek? Önök szerint ez mennyire hiteles, mennyire őszinte és mennyire erős kifogás, hogy azért nem ment el vitázni? Az az ember, aki ennek az egész rendszernek a kihívója, Gyurcsányostól Orbánostól, és az az ember, aki folyamatosan amiatt köpköd, hogy ő vele nem áll ki senki vitázni. Orbán Balázs azt üzente neki, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni Magyar Péter a vita alól. Torockai László pedig azt állítja, hogy Magyar Péter mögött az a Radnai László áll, aki korábban a Jobbikban is tevékenykedett, és az a Radnai László áll Magyar Péter mögött, aki korábban az egész Vona Gábor projektet is megszervezte, és ez az a Radnai László, aki nem másnak az édesapja, mint Radnai Márknak, a Tiszapárt alelnökének. Ugye tudjuk ki Radnai Márk,
aki korábban színházrendezéssel foglalkozott, színdarabokat rendezett, és amikor neki nem tetsző kritikát írt egy színi kritikus, akkor nyílt levélben, vagy Facebookon, már nem is tudom, de van ennek nyoma, látható, ki is került, hatalmas botrány is volt belőle, mármint a mi oldalunkon volt belőle hatalmas botrány, náluk ezekből sosincs botrány. Az ujjai eltörésével fenyegette meg a színi kritikust. Ő Radnai Márk, és az ő apucia áll az egész magyar Péter jelenség mögött, állítja Torockai László, már pedig Torockai László jól ismeri Radnai Lászlót, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes, és érdekes lehet erről a témáról is egy picit beszélgetnünk, mit szólnak hozzá. Jöjjenek a betelefonálók, jöjjenek a kommentek, és jöjjenek majd néhány percre ezután a Facebookos hozzászólások is, amint élesítem a fotót. Rácz Zsuzsi kolléganőmmel hosszú évek után először ismét egy közös projektben dolgozunk. Ővele beszélgethetnek mindaddig, amíg adásban nem lesznek kapcsolva. Úgyhogy ne lepődjenek meg, Zsuzsival lesz egy közös fotón kint a Facebookon, amint sikerül kitennem. Jöjjön az első betelefonáló, ha jól látom, László várakozik a vonalban. Jó napot kívánok, László, ön van a keddi paláverben. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, önt is, kedves Krisztián. Én csak annyit bevezetőnek, hogy akik, hát a trollok, ne foglalkozzon velük, nem szabad odáig se lesüllyedni, még a fejek tetejére se szabad süllyedni, hisz ők már mélytengeri békafenekénél vannak. Az körülbelül olyan 11 ezer méter mély biztos. Hallottak ők ezekről, ha tudják a földrajzot, hogy hol van, de szerintem azt se tudják. Na ennyit. Na most a katonák bevethetősége. Igen, és ez csodálatos dolog, mert bízni lehet bennük, bízni lehet abba, hogy ők igenis dolgoznak. Nem aki homokozni megy oda egy kis lapáttal, számolta, hogy hány lapáttal rak egy kis dömperbe homokot. Na hát, ez szerintem ez az ember, aki este 9-kor is még homokozott, lehet, hogy otthon van neki egy kis homokozója, és elkezdett homokozni. Csak nem arra céloz ilyen gúnyosan, kedves László, hogy nem mert elmenni Orbán Balázsral vitatkozni. Jaj, hát, kedves Krisztián, olyan kérdéseket tesz föl. Na de, Hogy merne menni? Hát még homokozni se tud, higgy el nekem. Ha 10 kis csoportos óvodást tennénk oda melléje homokozóba, legyőznék simán mondjuk egy kis barlangépítésbe is. Hát ez az ember nem való, de azért mondom, hogy nem szabad vele foglalkozni. Miért? Mert csak saját magukat, én merem állítani, hogy idegesítik saját magukat. Nem szabad ilyen emberekkel szóbálni, nem szabad rá válaszolni semmi. Ő azt se tudja, hogy mi az katonaság. Halvány gőze sincs, hogy egy katona mit csinálhatott. Hát ő azt hiszi, megvan a szép egyenruhája, és mutogatja magát, mint ő a unió, a parlamentbe, hogy fényképezkedett az uniós hölgyekkel. Na, erre való ez a piperkőc, ez a csicska. Már na, amikor bejár, ugye nyár óta nem jár be az EP ülésére. Na, de amikor benn volt kezdetén, akkor csinálta ezt, nem tudom, ki látta, de röhely volt. Hát égeti saját magát ez az ember. Szóval döbbenet. Nos hát, Orbán Balázs, ne is várjon ilyen embereket, ne is hívják meg, minek. De ugye tudja, hogy ezt nem Orbán Balázs szervezte, tehát ezt a közmédia szervezte, ez a 48 értem, perc című műsor, tehát ilyen szempontból nem terheli semmilyen felelősség a miniszterelnök politikai igazgatóját, Orbán Balázst. Egyébként meg szerintem rohadtul inkorrekt dolog egy médiumot, legyen az a közmédia, vagy legyen az egy vidéki kábeltévé, teljesen mindegy, egy leszervezett beszélgetésen nem jelensz meg. De ezt úgy hívják a mi szakmánkban, hogy adásveszélyeztetés. Egy technikus is veszélyeztetheti az adást, egy szerkesztő is, egy vendég is, ha nem jön el, egy vendég, hogyha vállalhatatlanul viselkedik, egy műsorvezető, ha későn érkezik, vagy elkésik. Rengeteg lehetőség van adásveszélyeztetésre, ez konkrétan az. Hát nem készül el az adás, nincs kivel vitatkozzon a vitapartner, nem születik meg ez a műsor.
Igen, ez egyértelmű, de ez rával, kedves Krisztián. Hát mit várunk tőle? Hát hányszor átvertem már az embereket? Hát ezért lett EU parlamenti képviselő, hogy kibújjon a felelősség alól. Hát miért? Látom, hogy itt a Radnai László, a Tisza alelnökének, Radnai Márknak édesapján mögötte. Hát milyen emberek ezek, akik új eltörésekkel fenyegetőznek? Olyanok, mint az unió vezetése. Ursulának kevés a pénz, hogy ezt csinálja velünk, vagy az Európai Bíróság. Itt akar meggazdagodni. Kedves bírák, kedves bíró elvtársak, ez nem bíróság, ez egy söpredék, összejövetel. Semmi más nem lehet ezekre a bírákra mondani, aki ilyen ítéletet hoznak, amikor a unió alapszabályában benne van. A Frontex is minek van? Megvédeni a külső határokat. Az országunk megvédte a külső határokat. Tisztelet a határvédőknek. Mély tisztelet. Nem megbírságolni, megbüntetni kéne az ilyen országot. Úgy látszik, ezek a bírók keveset keresnek. Hát szóljanak akkor, gyűjtést rendezünk, kedves európai bírók, kedves baloldali, liberális söpredékek ott a unió házába. Nem szégyelik magukat, megszégyenítenek mindent. Sorozatosan hazugságba keverednek, sorozatosan korrupcióba keverednek. Milyen emberek ezek az emberek? Megrendelték, esetleg örülnek, hogy megrendelte az amerikai liberális demokrata párt a vadászatot? Ugyan ki ellen rendelte meg, nem a rókák ellen. Ugye már másodszor akarták kilőni ezt az embert. Milyen emberek ezek, kedves Krisztián? Hát nem néz tükörbe az a sok millió európai ember, akik esetleg az ilyeneket, vagy amerikai ember nem néz tükörbe, hogy ilyeneket választanak meg vezetőknek? Hogy néznek ezek a tükörbe? Mind gondolkodtak? Ez nekik a demokrácia, hogy levadászni az embereket? Mind a Ficót esetleg? Miért csinálják ezt? A hatalom, a bolsevizmus, a nácizmus, ez keveredett, már többször mondtam. Ezek azok az emberek, akik demokráciáról beszélnek, ezek az emberek, akik korrupcióról beszélnek más országokba, olyanokat kevernek bele, akiknek a kisújjuk is becsületesebb, mint az egész unió parlamentje, azok a bal liberális söpredékek. Más nem tudok róluk mondani. Köszönjük szépen Lászlónak, ennyi fért nagyjából bele, és itt a tévés rész végén egy SMS-t szeretnék mindenképpen beolvasni, mert mint jelenség nagyon érdekes. Kulturáltan írta meg a kritikáját Zsolt, úgyhogy ezért olvasom fel, és a végén még meg is köszönte, gondolom, ha válaszolok rá. Kedves Krisztián, a csat műsorban, ugye az ATV-nek a műsoráról van szó, minden alkalommal kikérted magadnak, hogy te nem vagy propagandista. Ha nem, akkor miért van minden második mondatodban a mi oldalunkon beépítve? A Hír TV csatornán ez a mi oldalunkozás ellentmond a csattos felháborodásodnak. Legközelebb a csatban szerintem ismert be tisztességesen. Kedves Zsolt, hemzseg a csúsztatástól az SMS-ed. Egyrészt nincs legközelebb a csatban, mert nagyjából 3/4 évvel ezelőtt bemutattam nekik, mert gané módon viselkedtek velem, úgyhogy soha többet nem teszem be a lábam az ATV csat című műsorába. Ez az első. A másik, minden második mondatomban, azért kicsit erős túlzás, értem az irodalmi élét a dolognak, tehát valószínűleg úgy értetted, hogy gyakran mondom a mi oldalunkat. Az nem lehetséges, hogy a mi oldalunk az én és a néző közönségem, én és a paláveresek? Tehát ez a többes szám első személy alkalmazása, ez nagyjából ezt is jelenti, de nem fogok itt megállni, én fölvállalom, hogy a Fidesz az én oldalam. Felvállalom, hogy Fidesz párti vagyok, és Fidesz szavazó vagyok. Ezt akkor is felvállaltam, tudod, kedves Zsolt, amikor a Fidesz ellenzékben volt, és én már a politikai újságírói táborát erősítettem 2006-tól. Felvállalom azt is. A legdurvább csúsztatásod pedig az, hogy én kikértem mindig magamnak, hogy propagandista vagyok. Az elsők között voltam szerintem, aki
Azt mondta, hogy nem, én büszkén felvállalom, propagandista vagyok. Most is elmondom, hányszor szeretnéd, hogy elmondjam, propagandista vagyok. Nincs ezzel nekem semmi bajom, inkább ott piszkálódhatná propagandistázás ügyben, akik a G-nap előtt ennek az oldalnak a hátsóját nyalogatták, majd a G-nap után hirtelen pedig az ellenoldalnak a hátsóját nyalogatták. Melyik propaganda szimpatikusabb akkor neked, a következetes vagy a következetlen? Ennyit szerettem volna mondani, a TV búcsúzik, a rádióban még maradunk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Folytatódik a Palaver a Hír Televízióban és a Hír FM Rádióban. Én Lentulai Krisztián vagyok. 061-799-2999 ezen a számon hívhatnak. SMS-t a 0670-7953-as számra küldhetnek, és a Lentulai Krisztián beszél. Facebookos profil utolsó fényképes posztja alatt kommenteket lehet írni a mai három témával kapcsolatban. Nézzük azonban, hogyan áll a Hír TV napkérdése, szavazása. A mostani brüsszeli vezetés meg tudja állítani az EU gazdasági hanyatlását. 1%-ról 2%-ra ugrott az igenek aránya, 98% a nemeké, elég meggyőző a különbség, 0630-3444-690, ezen a számon lehet majd az igeneket, avagy a nemeket bepötyögni és SMS-ben elküldeni 3/4-5-ig. Nézzük, milyen témákat hoztam önöknek. Több ezer katonát tudunk bevetni, ha szükséges, nyilatkozta Orbán Viktor. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója üzent Magyar Péternek, miután magyar nem ment el a Hír, még egyszer, a Közmédia 48 perc című vitaműsorára, ahol Orbán Balázsra vitatkozott volna a Tisza pártelnöke. Angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni Magyar Péter a vita alól, nyilatkozta Orbán Balázs. Torockai László pedig egy érdekes sztorival állt elő. Szerinte Magyar Péter mögött Radnai László áll, aki korábban Vona Gábor mögött is állt Vona felfuttatásában a Jobbikban, és ez a Radnai László nem más, mint annak a Radnai Márknak az édesapja, aki a Tisza párt alelnöke, és ő fenyegetett színi kritikusokat ujjaik eltörésével nyilvános üzenetben. Ezek a mai témáink, szerintem eléggé pikáns. Az utolsó mindenképp. Úgyhogy mielőtt kapcsolok betelefonálót, itt van velünk valaki, aki úgy nézi ezt a napi műsort, mert az SMS-éből kiderül, hogy mindig nézi, hogy gyűlöl minket. Tyú, ez az öreg Laci bácsi, ez rendesen nyomasztó volt, még most jönnek a mindennapiak. Nem igaz már, hogy nem kapcsoltok be egy-két friss hangot, hogy ne ugyanazt a rossz makogást hallgassuk minden egyes nap. A szerkesztő kapja már össze magát, ez így nagyon ciki. Ide figyelj, te 677-re végződő SMS számú SMS-ező. Fölhívjunk? Szeretnéd? Csak azért, hogy megtudjuk, hogy milyen az, aki földobja ezt az adást. Hogy megtudjuk, milyen az, aki nem nyomasztó. Hogy megtudjuk, milyen az, akinek valami nagyon más, valami nagyon külön véleménye van. Végre, aki nem makog. Írd meg nekünk, hogy fölhívjunk-e. Esküszöm, fölhívunk. A műanyag messiás és rajongóinak karaktere hasonló, irigység, demagógia, mérhetetlen tudatlanság, régi mulasztása a nemzeti oldalnak, hogy speciális eszközökkel nem akart bejutni abba a társadalmi rétegbe, hová a Fidesz, mint párt, épp értékelvűsége miatt nem tud. Róbert írta nekünk Zalából, és Jánosnak adom meg a szót itt a Palaverben. Jó napot, János! Mély tiszteletem, kedves Krisztián, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Hát... Csak annyit tudok erre az egész árvízre, hogy a dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr igen nagy, hogy mondjam, nagy összeszedettséggel végzi a munkáját, és ezek, akik ellene beszélnek, ezek egy mindegyik, egy gazember, és egyáltalán nem tudják azt, hogy 2013-ban is ő végezte a dolgát. A Devecseri Vörösiszapnál, amit a Gyurcsány
elvtársra hordott dolgokat, meg amit csináltak ők, amikor átszakadt a gát, akkor is ő végezte el, és ő tette rendbe az egész környéket. Úgyhogy ezeknek annyit tudnék üzenni, hogy jobb lenne, ha befognák a szájukat, és nem lenne ez a sok mocskolódás. Ez a Magyar Péter jelenség pedig ez egy lejárt szavatosságú ember, ez egy Tróger Lator, aki a feleségét lehallgatta, a három gyerekeit valósággal leköpi, nem foglalkozik a családjával, és akkor kiáll oda és színészkedik. Úgyhogy őnek inkább színésznek kellett volna elmenni, és akkor ottan be tudta volna mutatni a barna nadrágját, amit most, hogyha a homokot lapátolja, lehet, hogy még barnábbra sikerül neki. Utána az édesanyja moshatja utána neki megint ki a nadrágjait. Tehát az, hogy Orbán Balázsral nem mert találkozni, hát ez megint egy rávaló, hogy mindenkit ő akar lenni. Hát ő semmi nem lehet, ő egy gazember, ő csak azt szeretné, hogy mindenki neki álljon sort. Hát nem fog neki senki se. És az az 1.300.000 ember, amit mondanak állítólag, hogy annyi áll mögötte, hát ő mellette 2026-ra nem fog állni a kutya sem, már esetleg egy-két olyan simlis ember, mint ő. Én bízom benne, hogy így fog lenni. Úgyhogy a másik az, hogy kiment Brüsszelbe is, amikor azt mondta, hogy nem fog kimenni. Ott is odaállt a baloldaliak mögé, és ott is ugyanazt a játékot játssza el, mint a Donát Anna, meg a többi gazemberek, akik Magyarország ellen a pénzt úgy csinálták, hogy Magyarország ellen ne kapják meg a magyar emberek a pénzt, úgyhogy ő neki mindenféleképpen egy elnézést. Annyi lesz csak a dolga, hogy eltakarítsuk 2026-ra, hogy ne is érjen már odáig, hogy ezt oda bejusson esetleg még a parlamentbe se. A Trockai úrnak pedig hogy ez a Radnai Márk is az édesapja, ő biztosan tudja ezt, és hát ennek a Radnai Márknak, meg az édesapjának is csak azt lehet üzenni, hogy a saját maguk kezét törjék el, és ne itt piszkoskodjanak az emberekkel. A brüsszeli embereknek pedig azt üzenném, hogy azon a bizonyos Nürnbergi bíróságon fognak még tárgyalni tisztességes bírák egyszer, és ezeknek a bűnösöknek nem lesz irgalom. Köszönöm szépen, ennyit szeretném. János, köszönjük szépen, hogy itt volt, és megadjuk a szót Pálnak. Szervusz, Pali, köszöntünk az adásban. Szervusz! Hát kérlek szépen, ez az előző SMS, akit meghívtál, hogy majd beszéljen, ugye mondta itt ezt a izét, hogy így nyekereg, úgy nyekereg, mit csinál, hogy beszél. Hát vegyük tudomásul, hogy a magyar populációban nem mindenki tud hibátlan magyarsággal folyékonyan beszélni. Attól még ő lehet egy végtelen rendes ember. Hát nem vagyunk egyformák, ugye? Van, akinek megvan ez az adottsága, van, aki egy kicsit keresi a szavakat, stb. Ezért elítélni valakit. Szégyen, gyalázat. Egyébként, amit a szünet előtt felolvastál SMS-t, ami szintén egy ilyen tenyérben mászó dolgokat mondott az illető, hát én nem tudom, nekem eszembe nem jutna a ATV-be betelefonálni és azt mondani, hogy ez a műsorvezető ilyen shit, az a betelefonáló meg olyan shit, az az ő csatornájuk, az ő közösségük. Képzeld el, Pali, csak azért vágok közben, mert nemrég írta valaki SMS-ben azt, hogy ez a
ha ez a rádió és tévé nem közpénzből lenne finanszírozva, hát nem tudom, hogy a mi költségvetésünkben milyen módon lát bele ez az SMS-ező, hanem a Fidesz szavazók tartanák el, akkor lehetne 95%-ban csak hazai pályán játszani. Ugyanez vonatkozik a köztévére. Ez az ország nem a Fideszé, nem a fideszeseké, hanem mindenkié, aki itt él, ahogy ez a tévé és rádió is. Tehát azt állítja nekünk egy ellenzéki érzelmű ember, hogy ez a tévé, meg ez a rádió az övé is. Elég érdekes tulajdoni szemléletmód, de én azt gondolom, az a szimpatikusabb, Pali, amit te képviselsz, hogy nem érzed magadénak az ATV szellemiségét, akkor nem telefonálsz be. No, folytatva ezt a témát. Az, hogy ez egy magán tévé, ugye, mert én úgy tudom, hogy magán tulajdonban van. A Simicskájé volt, és utána ő eladta valakinek. Az, hogy a hirdetések útján kap esetleg valamilyen állami támogatást, ez teljesen természetes. Az, hogy a köztévé állami pénzből működik mindenhol a világon, nyilvánvalóan ott is vannak hirdetési bevételek. És én emlékszem nagyon jól, mikor a Horth Gyula meg a Gyurcsány volt ugye kormányfő, akkor a köztévének az egész irányvonala ő feléig húzott. Ez teljesen természetes, attól a kormánytól, amelyiktől kapják a pénzt, nyilvánvaló olyan főszerkesztőket, olyan vezetőket tesznek oda, akik ő feléjük húznak. Hát nem ok nélkül volt az első dolga a TUSZ-nak Lengyelországba, hogy a köztévének az egész vezérkarát kirúgták teljesen törvénytelenül. Ez mindenhol a világon így van, ugye ezen nincs mit meglepődni, de egyébként, ha köztévé az előző szavazásnál, ugye, ami volt a helyhatósági és az EU-s szavazás előtt is hívott minden ellenzéki képviselőt, be lehetett menni a köztévébe, és ott el lehetett mondani a véleményét. Hát most az Orbán Balázs is hívta ezt a szerencsétlen két balkezes flótást, és nem ment be. Mert erre hivatkozik, arra hivatkozik. Ez az ember egyszerűen, ha ugye nagy nyilvánosság előtt cáfolják az ő dolgait, akkor valószínű, hogy akkor ő erre nem kíváncsi, mert az internet aztán mindent elbír. Az ő szavazói, vagy az ő szimpatizánsai mindent elhisznek neki, hogy ő látástól Mikulásig dolgozik a gátakon. Na, attól mentse meg a jóisten, hogy ilyen embereken múljon a árvízvédelemnek a sorsa. Egyébként az, hogy az Orbánnak üzenget, hogy ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni, az Orbánnak nem kell üzengetni. 35 éve van a politikai élvonalban, és abból 16, 14, 18, mire választás lesz, 20 évig volt miniszterelnök. Mit akar ő üzengetni? Szerencsétlen hülyéje a jó Istennek. Az egész életét a szüleinek a befolyásának, utána a feleségének a pozíciójából ugye szerezte azt, hogy ilyen meg olyan állásokba került. Ő neki egyetlen egy produktuma nem volt még, ami pozitív lenne, mert ahogy a családjával bánt, ahogy a feleségével bánt, amit művelt, ez mind elítélendő és aljas dolog. És ahogy össze-vissza hazudozik a dolgairól, és össze-vissza vádaskodik, az ugyanúgy elítélendő. Annak az ő szavazóinak lehet, hogy nem, de a józan többségnek, most nem csak a fideszesekről beszélek, hanem esetleg a nem elkötelezett pártpolitikai szempontból nem elkötelezett embereknek, hogy ők is látják, hogy ki ez az alak. Ilyenre rábízni egy országnak a vezetését. Bocsánatot kérek. Én 1000% biztos vagyok benne, hogy a 2026-os választást, még ugye másfél év, nem tudjuk mikor, hogy mint lesz, és addig mi fog történni, mert millió dolog történhet a világpolitikában, lehet nukleáris háború, aztán senki nem fog semmit választani, hanem egyedül azért a poklot vagy a mennyországot, ugye, amit érdemel, bár ne így legyen, mert a földet és ezt a gyönyörű bolygót és a sok-sok értékes embert
nem ezt érdemli, hogy elpusztuljon néhány idiótának a politikája miatt, de majd meglátjuk, úgyhogy én bízok benne, hogy 26-ban mindenki azt fogja mondani, hogy hát nekem ez a Peti igen szimpatikus, meg olyan nő, akinek hát ez egy jóképű gyerek, no, de hát az ország vezetését nem bízom rá, mert hova visz majd minket? Bele az örvénybe? Bele a semmibe? Úgyhogy Isten őrizzen tőle, azt mondta, hogy katona, igen, hát ezt is mondta ő, hogy hol van a honvédség, hát ott van, hülye gyerek, ott van. El kell búcsúznunk a televíziótól egy rövid reklámszünetre, és ez a búcsú most Palit is érintette, folytatjuk majd a rádióban. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Képes, aki bőven vitaképes lenne Magyar Péterrel szemben vagy ellen. Na de így még meg sem tudjuk, hogy például Orbán Balázs is hogyan szerepelt volna Magyar Péter ellen, ha Magyar Péter eleve megfutamodik. Orbán Balázs minden esetre várja, hogy egy következő alkalom összejöjjön, de akkor, ha már itt vagyunk, föl is olvasom. A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs arra kérte a Tisza párt elnökét, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást. Hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy önnel senki nem vitázik és nem hívják a köztévébe. Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól, se baj, én megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy a következő alkalommal mi lesz a kifogás. Kifogások gyártásában, vádaskodásban, ugyanis ön eddig világklasszis teljesítményt nyújtott, írja Facebook bejegyzésében Orbán Balázs Magyar Péternek címezve. Mint korábban már beszámolt róla a Magyar Nemzet, a köztévé munkatársai csütörtök estére a 48 perc című műsorba hívták meg a két politikust, hogy Magyarország aktuális helyzetéről beszélgessenek. A Tisza párt arca most az árvízre hivatkozva mondta le a vitát, azt állítva, hogy ő a gátakon fog homokzsákokat pakolni. A 48 perc című műsor azonban csütörtökön este 8:30-kor kezdődne. Meglehetősen életszerűtlen, hogy Magyar Péterék sötétedés után is homokzsákokat pakolnának, azon a néhány kritikus szakaszon, ahol a gátrendszereket ki kell egészíteni. A miniszterelnök politikai igazgatója arra kérte a Tisza párt elnökét, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást. Azt mondja, az állami szervek és a kormány teszi a dolgát, Magyarország ezt is meg fogja csinálni, mint ahogy megtette 2013-ban is, amikor egyébként ön nem Magyarországon élt. Politizálásnak pedig a mi meglátásunk szerint nincs helye a gátakon, írja tehát Orbán Balázs Magyar Péternek üzenve. Ez volt a hír. Marika van a vonalban, drága, önt kapcsoljuk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Krisztián! Hát én szeretnék ahhoz a hölgynek, üzenni, aki egyik tegnap telefonált azzal, hogy a miniszterelnök úrnak a zsákokat kellene pakolni. Ha a miniszterelnök úr a zsákokat pakolna, akkor nyugodtan elönthetné az árvíz az egész országot. Szeretném tudatni vele, hogy a miniszterelnök úrnak nem az a dolga, annak először meg kell szervezni azokat az embereket, akik majd ott lesznek a gáton és irányítanak. Sokkal fontosabb dolga van, pontosítsunk. Sokkal fontosabb. Utána ugye jönnek azok, akik a gáton lesznek. És az, hogy ő neki az a dolga, hogy ellenőrizze, ott legyen, ahol segítséget kell nyújtani, azon kívül az anyagi fedezetet kell hozzá biztosítani. Csak ezt szeretném ennek a hölgynek üzenni, hogy vegye tudomásul, már talán nem tudja, mi a szervezés. Azon kívül hát a Magyar Péter az félt, azért nem ment el. Az, hogy ott rakja a zsákokat, vetesz két lapáttal, aztán egy fél órát megáll, dumál. Hát nagyon sokra nem megyünk vele. A háborúhoz szeretnék még annyit hozzászólni, az Európai Unió azért nem akarja, hogy megszűnjön a háború, mert a háború megszűnik az aranytojástojó tyúk. Mert még az Ursula asszony kiment
soha nem láttam. Az, hogy egyszer kiment volna a frontra megnézni a katonákat, beült a bársonyszékbe, aztán hazajött. Nem üresen, azt hiszem, nem üresen. Tehát köszönöm, én nem szeretnék többet hozzászólni, ez volt az én gondolatom. Marika, köszönjük szépen, és egy másik Máriának, aki Mária néven jelent meg a képernyőmön, Máriának adom meg a szót, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, sok tisztelettel köszöntöm önt és az összes hallgatót. Én csak azt szeretném elmondani, hogy ez az ember még azt sem érdemli meg, hogy megemlítsük a nevét. Ez az ember egy semmit érő, lusta, primitív, mérhetetlen, a kártékony ember. És ami borzasztó dolog, hogy nem fogja fel, hogy mennyit árt a saját gyermekeinek. Én 40 évet tanítottam, és ismerem a gyermeki lelket. A gyerekek az iskolában, a gyerekeit szekálják és tönkreteszik az életüket. Tudni, a gyerekek tudják azt, hogy mit művel az apja, az apjuk a gyerekeknek. Ezt nem szabadna megengedni, ez az ember ezt nem fogja fel, ez egy kártékony rovar, semmi más. Embernek nem tudnám nevezni. És a másik, hogy merész elő beleszólni olyan dolgokba, amihez nem ért. A katonaság örüljön annak, hogy valamelyik katona még nem fogta meg, és nem vágta jó szájon. Én most állítom meg önt, még egyre nem vágom ki adásból. Tudom, hogy velünk van, tudom, hogy ehhez az oldalhoz tartozik, mert érzem, a dühéből érzem, de egyrészt már korábban is volt az nem az ön sara, hogy valaki megint jött azzal, hogy ő nem magyar, pedig a neve magyar. Az ember az saját nevéről nem tehet, kéretik a nevével nem visszaélni, azért, mert őt Magyar Péternek hívják. Ezer dologról tehet ez az ember, a nevéről nem. A másik, hogy ez nem ember, hanem rovar, ezt mi is kiszoktuk magunknak kérni, ezt hívják dehumanizálásnak, tehát nekem tisztem önt leállítani az ügyben, hogyha azt mondja, hogy Magyar Péter nem ember. Tehát ezer módon ki tudja fejezni, kedves Mária, az ön hitetlenségét és dühét Magyar Péterrel kapcsolatba, de olyat ne állítson, ami miatt mi is felsziszennénk, ha rólunk mondanának ilyet. Az, hogy egy katona őt meg vágja szájba, ez most már komolyan mondom, nem tudom, azért tetszett betelefonálni, úgy kezdte, hogy minek foglalkozunk vele, egyfolytában viszont róla beszél minősíthetetlen módon. Próbálja meg a politikai üzeneteit, vagy a személyiségét valamilyen módon kritizálni, olyan módon, amiből mondjuk nekünk, mint televízió nem lesz bajunk. Menni fog? Nem derül ki, pedig esküszöm, nem kapcsoltam ki, most nyomtam ki a gombot, hogy hallottam, hogy süket a vonal. Úgy láttam, hogy megbántottam Máriát. Tehát komolyan, tehát azért emberek legyünk már résznél egy picit. Tehát kevés olyan embert tudnának az országban találni, aki jobban ki van Magyar Péterre, mint én. Tehát nagyon ki vagyok Magyar Péterre. Na de komolyan azért, hogy nem ember, meg hogy egy katona vágja pofán. Tehát hol élünk már? Tehát hogy tudjuk mi, például mint média, meg újságírók, meg mint közvélemény, jobbos közvélemény, hogy tudjuk hitelesen képviselni a felháborodásunkat Magyar Péterrel szemben, amikor Magyar Péter olyanokat csinál, amiket csinált a családjával, a feleségével, a bulizás közben, hogyha mi magunk pedig tulajdonképpen ugyanolyan módon nyilvánulunk meg verbálisan. Tehát legyünk már résznél, Mária. Persze, hogy nem ment el Pszichopeti vitázni, mert betojt, ez egy hazug gazember, mindig így élt. Még hazudni sem tud ez a bohóc rendesen, hogy ne bukjon ki. Kipakol zsákot este 9-kor a sötétben? Hát ezt tettem fel, Gyula, én is ezt a kérdést. Főleg az elkényeztetett, pedikűrözött Petike tuti nem. És azt az információt kaptam, hogy Buda Ivet készen áll arra, hogy elmondja, hogy mivel készültek a munkatársaival a radarban. Hello Ivet! Szervusz Krisztián, így van, már mondom is, hogy mivel készültünk. Mára természetesen foglalkozunk az árvízzel. Hazánkat nem éri felkészületlenül a dunai árhullám. Az áram és szolgáltatók, a vízirendészet, a honvédség és szinte minden segítő és mentős szervezet kiveszi a részét az árvízvédelemből. Ez is lesz témánk a mai adásban. És a hétvégén nagy fecskepusztulásról lehetett hallani a Balaton térségében, a 71-es főúton. 1000 számra ütötték el az autósok a legyengült vándormadarakat.
De hogy mi volt az oka az állomány szintű fecske pusztulásnak, arról is beszámolunk a mai adásunkban. És az ősz beköszöntével jobban kell figyelnünk az egészségünk megőrzésére is. Egy szakértő volt a segítségünkre ebben a témában, illetve nemzetközi kortárs ékszerkiállítás nyílt Szegeden. Ezt is láthatják a mai radarban. 17 óra 10 perckor kezdünk, ha tehetik, akkor tartsanak majd velünk. Köszönjük szépen, Ivet, jó munkát! Köszönöm én is, szép napot! Nem szégyeled magad? Neked nem a gáton kellene lenned a rohadt K anyádat? A K-t azt már csak én rövidítettem le. Lehetséges, hogy a gáton kellene legyek. Igen. Biztos, hogy nem most, bár ahogy Magyar Pétert felmentik, hogy homokzsákot pakol, amikor neki egy leszervezett tévéműsorban kéne lennie, valószínű nekem is a mai beosztásom szerint, illetve a mai beosztásom ellenére is a gáton kellene legyek, sőt szerintem két lapátolás és orrfújás közben valószínű élőben a gát mellől kéne levezetnem a palávert. Hiszen aki ezt írja, az valószínű teljesen képben van a média világával, mint ahogy intellektusa alapján szerintem egy teljesen másik dimenzióban él hozzánk képest, de megkapta ezt a néhány másodperc hírnevet. Remélem, hogy te viszont a gáton vagy, édesanyádat leszámítva, mármint, hogy verbálisan őt nem fogom idehozni veled ellentétben. Szóval remélem, te viszont a gáton vagy, hogy nekem jó példát közvetítsél, hiszen én nem vagyok a gáton. Igazad van. Ezt nem tudom megcáfolni. Ferenc van a vonalban. Jó napot kívánok, Ferenc, önnel beszélgetünk. Üdvözlöm, Krisztián, üdvözlöm. Hát én igazából még a tegnapi műsor maradványa lettem volna, csak ez annyira megtetszett ez a hír a Magyar Péter legújabb teljesítményéről, hogy nem ment el erre a vitára, hogy ezen így elméráztam. Nem nagyon csodálkozom, mert ha belegondolunk, hogy a Fideszbe ezt a fatit minden, na bocsánat, ezt a fazon mindenki ismerte. Mindenki az tudja, hogy egy ilyen macska. Hogy mindegy. Szóval egy ilyen macska Jancsi az ember, ugye elmondták itt, akik beszéltek annak idén, hogy főbukhat ez a figura, hogy Vargánénak hívták meg. Szóval az az igazság, hogy olyan közel volt a tűzhöz, hogyha lett volna benne valami kurázsi, lett volna tehetsége, akkor csinálhatott volna a karriert. Tehát lássuk be, hogy viszonylag könnyebb útja lett volna, mint mondjuk egy átlagembernek az utcáról felküzdenie magát egy ilyen élvonalba, de nem ment. Nem ment. És ez el is árul róla mindent. Én nem hiszem, hogy hirtelen így valakiben fölébred a vágy, hogy hú, most aztán akkor a forradalmát veszek, hogy nem most aztán nekem elég, és most aztán megkérdezhetjük akármelyik történelmi figurát, Garibalditól, legyen pozitív vagy negatív figura történet, teljesen mindegy, nem ott kezdte, amikor a történelemkönyvbe fölbukkan az ember, hanem sokkal korábban, évtizedekkel korábban már elkezdte azt az életét kicsibe, valamilyen politikai szerepet vállalt, részt vett ebbe, abba a forradalomba, mit tudom én, vagy a testvérét kivégezték, vagy tök mindegy, tehát valami előzménye volt. Én nincs, hogy valaki lelép a plakátról 40, nem tudom, 2 éves korában, és azt mondja, hogy én vagyok a Jani, number one, és akkor ide nekem egy Orbán Viktort, mert majd átharapom a torkát, nem? Mert hülyeség. Az egy macska, Jancsi. Ezért nem ment el a vitára. Igen. De ugye itt ez egy, de hogy mondjam, és úgy érzem, Ferenc, veled ez ügyben lehet értelmesen beszélni. Remélem. Igen. Szóval azt próbáljuk megfejteni, légy olyan kedves, hogy az elmúlt években hirtelennyében te is érzékeled-e azt, hogy megváltozott a választók által támasztott igényrendszer azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézzen ki egy politikus ma Magyarországon. És ha Magyar Péter egy ilyen celeb politikus, egy ilyen influencer politikus, akkor rohadtul nincs már szükség arra, hogy ő neki megalapozott gazdaságpolitikája legyen, megalapozott elképzelése legyen agráriumról, egészségügyről. Marha nagyokat kell mondania, már az sem számít, hogy igaz-e, amit mond. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy megváltozott a választói igény? Hát, nem tudom, ezen én nem gondolkodtam, de ez lehet, de lehet igazság. Én inkább azt, ettől még párhuzamos igazság, én inkább azt gondolom valahogy, hogy annyira nekikeseredtek ezek a szerencsétlen népek, hogy 20 éve nem tudnak
választást nyerni igazából. Ugye mert 2006-ban még ugye buktuk a választást, de ugye az összödi beszél után az önkormányzati választásnál egy narancsága kuta is nyert volna. Tehát narancsága volt a térkép, utána meg 2010-ben meg lett az első kétharmad, ezek azóta igazából akkor te nem is a 2010 óta számítod a 14 évet, hanem az összödi beszédtől, végül is van így benne van. Igazság. Hát kuka, ott igen, igen, akkor ez már akkor 18, igen. Így van, azt mondtam, tényegében egy pástyájuk, Szeged, mit tudom én, ahol így jól is teljesítenek, most nem tudom, mit megint én nem ott élek. De azóta lényegében hatalmat nem kapnak, ugye fogy a pénz, ugye jó, elcsapizták ugye Budapestet, de az a 9 év volt a csoda, amíg a tarlós volt, nem ez a meglepetés, hogy ezt nem tudtuk elhozni. És neki vannak kesed, és bárki, hát ha megnézzük ezt a felvonulást, amit, ugye összör volt nekünk ez a vohamedű, ugye? Már ez egy érdekes... Itt vagyok, igen. Volt ez a vohamedünk, aki ezt a szintén egy nagyon érdekes, többszörös párfordulással maga alá csavarodó politikai karriert tudott bemutatni. Aztán ugye jött a farizeus. Hát azt hiszem, hogy én akkor azt gondoltam, hogy az a mélypont. Tehát az egy annyira proli, prosztó ember volt, hogy annak csodájára jártam. Igen. Aztán, hát hogy az is megbukott. Egyébként egy pozitívumot mindig elmondok Jakab Péter mellett. Soha nem vágott ki az oldaláról. Magyar Péter azonnal kivágott engem az oldaláról. Jakab Péterhez mai napig tudnék írni. A Jakabba egyébként az igaz, hogy ő azért olyan beleállós volt. Tehát olyan volt, mint a Szanyi. Én nem szerettem a Szanyi Tibort különösebben, mert nem volt rajta számomra mit szeretni, de ha visszaemlékszik Krisztián, azokban az időkben, amikor az a kinkeserves 2006-tól 2010-ig, ugye hogy maradjunk hatalmon című vetékedő zajlott mindenféle fronton, összesen most már nem tudnám, de azt hiszem három politikus volt, aki bemert menni a hírtévébe egy élő interjúra. Három, nem több. És az egyik volt a Szanyi. Tehát a Jakab is ilyen volt, hogy az bement. Igaz, hogy prosztó módon bírt viselkedni, mikor ledobálta a Jackie-t. Hát Szentesi Zöldi Laci barátom volt épp akkor a műsorvezető, és oda kidobta a zakóját. Igen, lehet, arra már nem emlékszem, de csak a jelenetre, hogy ott bunkoskodott, hát ez ilyen botrány. Igen, ez egy jó marketing húzás volt, tehát úgy helyi értékén kezelve, úgy tetszett a dolog, nyilván nem tetszett, mert nem voltam rá kíváncsi, de mindegy, volt benne kurázsi. De ez a Peti, ez a Fossiás, ez egy macska Jancsi. Fossiás. Hát az a neve, Fossiás. Így hívjuk. Egyszerűen nevetséges az egész ember. Na mindegy, igazából tegnap én általában hallgatom ezt a műsort, sokat ülök kocsiba ilyenkor ezekben az órákban, amikor ez megy. Hallottam ott azt a nénit is, aki ott előadta ezt a mindenkit megértünk, kivéve titeket jobb oldali, a című műsort lenyomta. Jaj, emlékszem, igen. Krisztiánnak. Meg előtte volt valami fazon is, az sem volt százas. Már nem emlékszem, csak a hangulata van bennem a dolognak. De azon finóztam itt, hogy igazából azért nehéz ezekkel az emberekkel boldogulni, és ezt Krisztiánon is érzem ilyenkor, meg a többi műsorvezetőn, mert ugye ezeknek az embereknek van egy ilyen nagyon érdekes beállítódások, ugye, hogy ők ugye maguknak vindikálják azt a jogot, hogy ők így megmondják, hogy mi a tuti, fölrajzolnak, leütnek ilyen erkölcsi szövegeket, ilyen bázispontokat, kijelölik azt a diskurzus teret, amiben meg lehet vitatni a dolgokat, hogy mit lehet mondani, és mit nem, és mit hogyan lehet, és merre, mettől, meddig, és amint az ember átlépi azt az általuk felrajzolt vonalat, vagy akárminek nevezik most, abban a pillanatban automatikusan ráüti az emberre a pecsétet valamilyen automata, hogy szélső, ugyanint a vicc, ugye, hogy jaj, doktor úr, doktor bácsi, nagyon fáj a lábam, megütöttem. Melyik lábad ütött meg kisfiacskáma? Van lábad az, vagy a szélső jobb? Uh-huh. Ugye? Tehát itt is az van, hogy abban a pillanatban megy a címke, hogy szélső jobboldali vagy, meg fasiszta vagy, meg mit tudom, tök mindegy, mi vagy éppen antiszemita, vagy homofób, vagy mit tudom, micsoda. És nem lehet velük beszélgetni, mert egész egyszerűen csak a saját maguk által fölrajzolt játéktáblán bírnak játszani. Tehát, de semmi, tehát egy millió ilyen beszélgetésem van emberekkel, hogy akármiről akar velük az ember beszélni, ha nem azt mondja, akkor megsértődés,
felcímkézés, hogy mennek az üzenetek, hogy fő kell akasztani, meg hát ez a... Én most így műsor készítés szempontjából egyébként nem bánom, hogy becsúsznak ilyenek adásba. Én nem bánom. Mert ja, így, nem, tehát lássuk őket. Persze, az, hogyha néha föl kell háborodnunk, tehát halljunk buborékon kívüli gondolatokat is, olyanok, amilyenek. Hogyha kultúrát, kifejezetten örülök, ha nem kultúrát, akkor meg az a haszna, hogy meg tudjuk magunkat különböztetni tőlük. Igen. Én is azt mondom, hogy hagyni kell egyébként, mert meg kell hallgatni a másikat is, hogy mit dumál, mert hát tényleg buborék lesz belőle, és az mindig visszanyalafagyi egy ilyen esetben. Hát ha bunkó, akkor ugye hát bunkó, hanem ha lehet vele értelmesen beszélgetni, akkor nincs baj, hát akkor beszélgessünk. Én nem vagyok el. Nem ezért mondom, csak hogy ez egy ilyen érdekes jelenség, és akkor van az a fajta... Rövid utolsó gondolat, mert nincs többre idő. Rövid. Aki ilyen nagyon mézes, mázas, mindenkit megértős üzemmódban, na attól mászok a falra, és nincs több gondolatom, akkor ezzel bezártuk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, Ferenc, neked, szervusz, jó utat. Viszont hallásra, minden jót. Nézzük, hogy hogyan zárul a mai nap kérdése, szavazás a Hírtelevízióban. A mostani brüsszeli vezetés meg tudja állítani az EU gazdasági hanyatlását, tettük fel reggel óta a kérdést különböző platformjainkon. 2% az igenek és 98% a nemek mögött áll. Köszönjük szépen, hogy szavaztak, és ahogy korábban is szoktak szavazni. A jövőben is szeretettel vesszük ezt önöktől, hiszen ettől lesz még interaktívabb a műsor. Nézzük még itt a televíziós rész végén, hogy milyen hozzászólások érkeztek a mai paláverhez, még van egy kis időnk. Kedves Krisztián említette ott, hogy önt egyből letiltott a Magyar Péter, ahogy ön is engem egy kérdésfeltevés után több évnyi oldal követés után tisztelettel Balázs. Balázs, azokat tiltom le, akit úgy érzem, hogy azt a normát, amit én állítok ehhez a saját oldalhoz, én nem vagyok politikai aktor, tehát tulajdonképpen tekintse az én oldalamat egy privát elgondolású hivatalos oldalnak, tehát azt én úgy kezelem, ahogy akarom. Biztos lehet benne, hogy olyan módon nyilvánult meg, aminek ez volt az eredménye. És nagy tévedésben van, ha azt gondolja, hogy én panaszkodom, ami miatt engem kivágott Magyar Péter, mert ugyanezt nem kérdezte meg tőlem, kedves Balázs, jogosan vágott ki engem Magyar Péter. Nyilván provokáltam, nyilván valami bunkoskodást hajtottam végre, mert valamivel kiborított. Tehát szerintem Magyar Péter engem ugyanolyan jogosan vágott ki a saját oldaláról, mint ahogy én tettem önnel, kedves Balázs. Bár nem tudom már mi volt, de általában ezeket én átgondolom. Nem vagyok Magyar Péter párti, de nincs más témátok? Például, hogy a kormánynak az ellopott közpénzeket víztároló építésre kéne fordítani, hogy ezt a sok vizet meg tudnánk nyáron öntözésre tartani. Fú, a jó emberekkel tele vagyunk. Neved nincsen amúgy? Tényleg ilyenkor hadd szólítsalak már meg, olyan jó lenne, tehát nincs neved. Tehát a kibicnek semmi se drága. Természetesen most éppen víztározókból van hiány. Máskor CT-kből van hiány, aztán maszkokból van hiány, aztán mindig megtaláljátok, hogy miből van éppen hiány. Ha pedig úgy érzed, hogy a kormány ellopta a közpénzeket, akkor szépen menjél a bíróságra, jelentsed fel, akit fel kell ez ügyben jelenteni, mert nyugodt lehetsz, a magyar bíróságok azok az én tapasztalataim szerint úgy dolgoznak, még ha mindig a szocializmusban élnénk, tehát jó eséllyel, ha feljelented a kormányt, még el is fogják őket kasszálni. Hajrá! A Jobbik szatellitpártja, a Tisza párt, a tiszások ezt tudják, értik egyáltalán? Jött egy ilyen SMS. Erika pedig azt írja, kedves Krisztián, hú, ennek már nem futok bele, hiszen ha az órára nézek, nekem már lassan el kell búcsúznom a Hírtelevízió nézőitől. Hát nagyon szépen köszönöm egyrészt a türelmüket, meg hogy elviseltek engem. Furcsán jön ki néha a beosztás abban az esetben, hogyha a lentulai hétvégét is csinál, mert akkor szombat, vasárnap, aztán jön a saját napom a hétfő, és jön két hetente egy olyan kedd, ami most éppen egy 4 napos egyhuzamban lévő maratonra adott okot. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, és a türelmüket is viszontlátásra. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.